együttműködési megállapodást írt alá szaudi partnerével Tóth Tamás, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Export-import igazgatója múlt hét csütörtökén a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Az aláíráson részt vett Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára is. Az 500 mg alatti ásványi anyag tartalmának is köszönheti sikerét a magyar ásványvíz a világ keleti részén. Tóth Tamás szerint az arab országok meleg éghajlata miatt a napi 3 liter vízfogyasztása is szükséges, és az alacsony ásványi anyag tartalom miatt ezt a hazai ásványvíz is biztosíthatja. Manapság 45 országban oldhatják szomjukat a magyar ásványvízzel, amely új külsővel jelenik meg a keleti piacon.